Szájmaszkokat Varra Karinti Színház színésznője, Balázs Andrá egy időseket támogató alapítványnak készíti a védőfelszerelést. Segít a Budapest Bike Mafia is, akik eddig 5 millió forint értékben osztottak szét adományokat, pénteken pedig hajléktalanoknak visznek ételt és vitaminokat. Most erről mutatunk egy rövid összefoglalót, aztán Faix Csabát, a Budapesti Város Arculati Kft. Ügyvezetőjét kapcsoljuk telefonon. 100%-os pamutanyagból kiszabok egy négyzetet, amelynek az oldalai 20 és 21 cm-esek. Az alkotó dupla anyaggal dolgozik a nagyobb biztonság kedvéért. Akinek a kezeit most látják, az a Karinti Színház színésznője Balázs Andrea. Az önkéntes karanténban varrónőnek állt. Nem áll távol tőle a tevékenység, ugyanis az egyik szakmája éppen ez. Most online oktató videó segítségével tanulta meg a szájmaszk készítését. A Fidelio művészeti portál közben arról számolt be, hogy Novák Ferenc, vagyis ahogy a szakmában hívják a Kossuth-díjas koreográfust, Tata, 1 millió forintot ajánlott fel 10 a karantén miatt állás nélkül maradt táncosnak. A Budapest Bike Mafia a járvány előtt biciklin szállította az ételt hajléktalanoknak. Most, hogy vészhelyzet van, 3 projektet már is le kellett állítaniuk, és ezekben a napokban a szociális ellátást, az intézmények munkáját segítik. 5 millió forint értékben adtak át adományokat. A következő akciójuk pénteken lesz, amikor hajléktalan embereknek visznek ételt, vitamintablettákat, vizet és takarót. A telefonnál itt van már Faix Csaba, a Budapesti Város Arculati Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye egy közös kampányt indít, illetve indított a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Mi ez a kampány, mi történik a fővárosi szállodákban? Igen, ezt talán észrevették azok, akik Budapesten jártak az elmúlt napokban. Az összes jelentősebb szálloda ablakára, vagy inkább falára az ablakokkal kiírtuk azt, hogy 4 és egy U betű, ez angolul a for you, érted, értetek kifejezésnek a rövidítése. És azt akartuk ezzel igazság szerint kifejezni, hogy Budapest vagy a Szállodaszövetség, a turistákkal foglalkozó emberek azok szolidaritanak egymással, hiszen ez a járvány az elképesztő mértékben érinti őket, és szerettük volna megmutatni, hogy azok az európai városok, akik a turisták, élnek többek között Budapest is, gondolnak egymásra. Ezek apró gesztusok, ez egy apró figyelemfelhívás, amivel ki akarjuk azt fejezni, hogy itt a különböző városok között meglévő kapcsolatok ebben is megnyilvánulnak. És hát látják a nézők is, hogy milyen gyönyörű képeket lehetett ebből készíteni, mennyire jól néznek ki ezek a szállodák. Igen, szívek is voltak a múlt héten, ugye? Én azt láttam, az is ez az akció volt már? Mert most ugye a forjút látjuk. Így van, voltak szívek is, és ezt gondoltuk egy kicsit tovább, és az a terv, vagy azt szeretnénk, hogyha más európai városok is csatlakoznának ehhez, és ők is úgymond visszavizennének, úgyhogy mi tulajdonképpen Budapest, ha úgy tetszik, egy kicsit ki is hívta az európai városokat, hogy kicsit meghúzgáltuk a bajszukat, hogy ők is üzenjenek vissza, hiszen azok a szállodák, ahol van úgymond egy ilyen tér, mint egy tábla, ahova lehet írni, ott tudunk egymásnak üzenni, és tudunk talán ezzel segíteni a nehéz napokban. Egyébként, hogy mennyire nehezek ezek a napok, arra csak egy rövid történetet hadd mondjak. Azért is örültek a szállodások, amikor ez az ötlet felmerült, mert azt mondták, hogy de jó, legalább végre van valami dolguk azoknak, akik benn vannak a szállodában. És ugye itt nagy szállodaláncokról is lehet szó, meg egyébként pici családi panziókról is lehet szó. Ugye én olvasok erről a stafétáról, hogy esetleg ez a staféta megy tovább Milánóba vagy New Yorkba, de ha kialakul egyfajta jelképrendszeren keresztül valamiféle szimbolikus összetartás elképzelhető, hogy a válság utáni időre ez a jelképes összetartozás valamiféle konkrét együttműködés is lehet. Tehát, hogy a szállodaszövetségek, a szállodák, a turizmusban dolgozók keresik egymással a kapcsolatot valamilyen módon? Igen, nagyon sokat beszélgetünk egymással, próbáljuk megnézni, hogy ki hogyan reagál erre a helyzetre, hiszen azért csak Magyarországon 400 ezer ember ér a turizmusból. És hogyha látunk olyan megoldásokat, ami egy másik városban jól működik, akkor ezt megpróbáljuk Budapesten is megoldani. Szóval, hogy folyamatos ez a kapcsolat, olyan ez, ha úgy tetszik, mint az olimpia, hogy természetesen versenytársak vagyunk mondjuk Bécssel vagy Prágával, de közben meg mégiscsak egy csapat vagyunk, és mégis amikor tudunk, akkor segítünk egymásnak.
Egyébként van már kárbecslés? Vagy ez még felmérhetetlen, mert nem látszik a vége? Ugye nézőknek mondom, hogy Csabát úgy mutattam be, mint a Budapesti Város Arculati Nonprofit Kft. Ügyvezetője, de ugye a Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője is, tehát a fővárost nyilván ebből a szempontból is borzasztóan érintette a járvány. Hát nagyon, nagyon vad számok keringenek a levegőben. Az a helyzet, hogy ezek sajnos egyelőre nem tűnnek megalapozatlannak. Nyilván az elején vagyunk még bizonyos értelemben, hiszen 2-3 hetet tart a úgymond lezárás, amióta valóban lényegében nincsen turista, de azt el tudom nektek mondani, hogy még ha esetleg üzleti titoknak is számítana, hogy az a Budapest kártya, amit a turisták vásárolnak, amikor megérkeznek Budapestre, és ezzel tudják használni a tömegközlekedést, az elmúlt egy hétben mi ebből 0 darabot tudtunk eladni. Mm. Hosszú távú következményekkel nyilván fog ez járni, ez mennyire lehet előre erre felkészülni? Tehát vége ennek a rémálomnak, megint lehet utazni, akkor sem biztos, hogy mernek majd utazni még egy ideig. Nem csak az, hogy mernek-e, hanem marad-e pénzük például? Hát vagy marad-e pénzük, nyilván így van. Nagyon nehéz erre felkészülni. Mm. Én viszont abban vagyok egy kicsit optimista, vagy azért vagyok egy kicsit optimista, mert eszközben Budapestnek legalább egy új lehetőség. Tehát most, ha úgy tetszik, akkor mindenkinek a hasonló feltételekkel, ahogy mondtátok, hogy nem biztos, hogy lesz pénzük, minden városnak hasonló feltételekkel kell újra gondolnia azt, hogy mit is kínál a turisták. Csaba, bocsánat, Csaba, szűk fél percünk van már, azt pontosan tudom, hogy például a különböző rendezvényeknél átteszik a programokat, és a nagyon optimisták márciusról áttették mondjuk május, és úgy néz ki, hogy abból nem lesz semmi, de lehet, hogy a júniusból, júliusból, szeptemberből, de talán még az októberből sem. Hogyan lehet ezeket a fesztiválokat, rendezvényeket, tavaszi előadásokat, fesztiválok maradnak el, amik soha áttenni? Hát ezeket nagyon nehéz áttenni. Nekünk is a hétvégén le kellett mondani a Budapesti Tavaszi Fesztivált, tehát volna a 40. Tavaszi Fesztivál. Itt az a gond, hogy olyan művészeket hívtunk meg, akiknek 2-3 évre tele van a naptára előre. Nagyon nehéz azt mondani nekik, hogy figyelj, akkor gyertek október 12-én a Zeneakadémiába, ahelyett, hogy április 8-án léptetek volna föl. De dolgozunk azon, hogy valamit ezekből a programokból legalább átmentsünk. Egész biztos, hogy a teljes fesztivált nem tudjuk újra szervezni, de a fontosabb, izgalmasabb előadásokat megpróbáljuk később, amikor már lehet idehozni. Fajk Csabának nagyon-nagyon szépen köszönjük, és jó egészséget kívánunk!